Kollégán készítette ezt a videót hétfőn kora este a Szekszárdi Mikes utcában. Látszik, hogy néhol az autók rendszámáig ért a víz. Kora este percek alatt öntötte el a várost az eső. Televíziónk Facebook oldalán rengeteg videót és képet kaptunk nézőinktől. Ezen például az látszik, hogy egy autó alig tudott haladni. A felvétel készítője még meg is jegyzi, hogy a kocsi talán el sem tud indulni. Nem tud elmenni. Ezen a másik nézőnktől kapott videón jól látható, hogy az egyik utcában szó szerint ömpölgött az esővíz az úton. Úgy tűnik, mintha egy gyorsfolyású patak lenne. Ez a szintén nézői videó pedig azt örökítette meg, ahogy egy rövidnadrágos a kezében esernyőt tartó férfi térdig merülve próbált átjutni egy hatalmas pocsolyán a Tarcsai utcában. Vastagon állt a víz a járdán, bokáig ázott, aki a Dienes Valéria utcában sétált. Itt készült az előbb látott fotó, jól látszik, hogy mostanra teljesen felszáradt a beton, pedig nagyjából este 3:45 és 7:30 között szó szerint ömlött az eső az égből, ezt követően pedig még egy intenzív zivatar is átvonult Szekszárd felett. Az alig fél óra alatt lehulló több mint 40 mm eső a tűzoltóknak is adott munkát. 4 alkalommal riasztották a város hivatásos tűzoltóit, mind a 4 alkalommal vízszivattyúzáshoz. Ebből 2 esetben kellett valójában beavatkozni, a másik 2 esetben, annak ellenére, hogy igen rövid időn belül kiértek a kollégák, már nem volt szükség vízszivattyúzásra, hiszen az magától elszivárgott. És valóban, amilyen gyorsan jött, úgy is tűnt el szinte nyomot sem hagyva kedd reggelre a vihar. Így nézett ki kedden kora reggel a Mikes utcának az a szakasza, ahol hétfőn este még az autók tengelyéig ért a víz, csak egy-két pocsolya emlékeztetett a viharra. A Tarcsai Vilmos utca is felszáradt, itt is már csak az ágakról lehullott levelek mutatták a hétfői esőzés erejét. A meteorológiai előrejelzések szerint az országnak ezen a részén a hét elkövetkezendő napjaiban bármikor lehet számítani esőzésre, szombaton pedig akár a hétfőihez hasonló viharra is. Jövő hét hétfőre viszont visszatér a száraz nyárias időjárás.